A himnusz hangjaira kezdődött el az ünnepség a Nyírbátori templomban. A helyi gyülekezet főgondnoka Bátori Gábor, aki egyben a Bátori Múzeum főigazgatója is, azt mondta, az emlékezésre szükség van. Az idő mindenféleképpen gyógyít, de az emlékezésre szükség van, hisz olyan lélekvesztés történt 1920. június 4-én a trianoni döntés napján, ami nem hiszem, hogy bármely nemzetet a magyaron kívül is csak úgy át tudna lépni egy ilyen eseményen, érzéketlenül hagyna. A mi feladatunk az, hogy a magyar nemzet minden generációjának ezt a szakítást, ezt a csonkolást továbbadhassuk, hogy emlékeztessük arra, hogy nem csak itt az anyaországban, hanem a határon túl is mennyi magyar él még mind a mai napig. Az ünnepi alkalmon beszédet mondott Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője is. A kormánypárti politikus felelevenítette, 2010-ben fogadta el a parlament a Nemzeti Összetartozás napjáról szóló törvényjavaslatot. Az országgyűlésben 2010. május 31-én nagy többséggel fogadtuk el a nemzeti összetartozás melletti tanúságtételről szóló törvényjavaslatot, amely kinyilvánítja a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme. Méltósággal ünnepelhetjük tehát azt, hogy a megpróbáltatások és áldozatok hosszú korszaka után mégsem győzedelmeskedtek a nemzetellenes erők. Benkő Tibor, korábbi honvédelmi miniszter arról beszélt, hogy a hősökre és a rájuk emlékező utódokra szükség van az önazonosságunkhoz. Emlékezzünk költőinkre, emlékezzünk hőseinkre, emlékezzünk Aradra, és emlékezzünk azokra a tragédiákra, amelyek elődeink, őseink átéltek. Tanuljunk belőle. És igen, szeressük egymást, szeressük hazánkat, szeressük nemzetünket, független attól, hogy az ország mely határához tartoznak, határon innen, vagy határon túl. Mi együvé tartozunk, közös a célunk, mi összetartozunk. 103 évvel ezelőtt, 1920. június 4-én írta alá a magyar delegáció az első világháborút lezáró békét, amelyben az ország területének kétharmadát, lakosságának felét csatolták el a győztes hatalmak. A tragikus napot 2010 óta a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította az országgyűlés.